Köszöntöm a nézőket a Jókai Podcast következő adásában. Én Kálmán Norbert vagyok, mai vendégünk pedig Mokos Attila, a, Jókai, a Komáromi Jókai Színház színművésze. Szia Attila! Szia! És azt hiszem, hogy én vagyok az első, aki úgy köszönthet téged, hogy Mokos Attila a Jászai Díjas színművésszel beszél. Igen, igen, tényleg így van. Te vagy az első, gratulálok. É, viccet félretével tényleg napokon belül, tehát ez most néhány napon belül tényleg fizikailag is megkapom ezt a díjat, ami rendkívül kedves és, és, kicsit meg az ember lelkét kicsit meg átmelegíti és fontos. Tehát mindenképpen fontos ez a díj. Persze a díjakról beszélünk, ez egy állami kitüntetés, egy állami elismerés mindenképpen, de azért is fontos, gondolom én, mert, mert valamiféle visszaigazolást ad. Tehát az a, azok az évek, amit a pályán töltöttem, egyfajta visszaigazolást ad, és nem akarok szerintelen lenni, de tényleg, tényleg jó érzés. Persze ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdődően az ember, vagy másként kezd gondolkodni, vagy másként kell, vagy másként kezd a színpadon létezni, mert a meggyőződésem az, hogy hogy ez egy visszajelzés valamilyen munkának, tehát innentől kezdőre nem szabad azt elrontani, ami úton van az ember, tehát ezen az úton kell tovább menni, gondolom én. Csak hogy keretbe helyezzem a nézőket, ugye ezt, ha minden igaz, akkor március 14-én, kedd délután fogod majd átvenni egy diátadó ceremónia keretében. És mi ugye néhány nappal korábban beszélgetünk, hogy akkor, amikor tulajdonképpen nyilvános lesz ez a hír, akkor tudjuk már időzíteni a, a webre való kikerülését ennek a beszélgetésnek. Azt olvastam tőled, hogy uh, igazából ugye több díjad is van, tehát a Szlovák uh, Filmszövetség díja, van Életmű díjad, díja, Szlovák Filmakadémia díja, uh, de valahol azt nyilatkoztat, hogy uh, hát az ember ezzel nem túlzottan foglalkozik, amikor azt megkapja, úgy megéli ennek az örömét, aztán elrakja magának a kis uh, leltárába. Azért az összes többi díjtől a Jászai Mari díj az elválik? annyiban talán kicsit, mert most teljesen új helyzet számomra, tehát fel kell dolgozni, ez egy néhány nap nyilván. Mindenképpen picivel másabb, másabb polcra kerül a, a lelkemben, vagy valahol fizikailag Ott is. is. otthon is, így van. Mert ez egy, ez egy talán egy komplexabb, tehát egy, egy, én úgy érzem és hogy én annak tudatosítom, hogy ez egy hosszú évek munkájának az elismerése. Még egy díj, egy filmdíj, vagy egy szakmai díj, egy adott produkcióról, adott filmről, vagy színpadi alakításról szól. Ez inkább talán én úgy gondolom, ez kicsit egy ilyen komplexebb ettől, és ez után kicsit belül számomra rangosabb mindenképpen. Milyen ősélményed van a, a színésze, színészettel, a színházzal, a színművészettel kapcsolatban? Milyen ősélményed? Van-e valami, amire úgy emlékszel? Uh, valahol azt olvastam tőled, hogy nem igazán van emléked arról, hogy miért mentél színésznek, miért akartál ez lenni, hogy nagy világutazásokra vágytál. É, igen, hát ezt ez, ez úgy hívom, hogy főiskolai betegség. Tehát mikor, mikor az ember főiskolás, egyetemista, és hogy ott azért úgy fölszív különböző sűrű impulzusok között él, és felszív bizonyos, bizonyos dolgokat, akkor úgy, meg, úgy érzi, hogy meg, most, most, akkor ide nekem az oroszlánt, és, és megnyílik a világ. Hát és azt nem felejtsük el, hogy 80-90 kezdtem, pont a forradalom mi időszakban voltam elsős, ugye azzal kezdtük, hogy sztrájkoltunk az iskolában. <laughs> tehát tehát az, a, az, az utazási vágy, tehát megismerése a más világoknak, de az nagyon bennem volt. Tehát ez, a, ez a, az még a régi átkos rendszernek a lenyomata is volt. És ez nagyon fontos volt számunkra, hogy, <laughs> hogy utazhattunk. Tehát mi 89-ben, amikor mindenki sztrájkolt, kicsit hogy eltérünk, hogy visszamegyünk egy kicsit időutazásba, Mindenki sztrájkolt, és néhány osztálytársammal, hogy az iskolát ugye lezártuk, annak idején 89-ben, és engem rettenetesen gyötört az, hogy nem csinálunk semmit effektíve. Tehát csináljuk a dolgunkat, amit, amit minden más diák csinálta a vsm mert ugye az volt a fészke a nagy forradalom, a bársonyos forradalomnak, az egyik fészke, főfészke a Venturskán, de aztán úgy, úgy múltak a hetek, a napok, a hónapok, és akkor csináljunk valamit. És akkor úgy egy-két egy rendezővel, dramaturgal összedugtuk a fejünket, és az osztályjal együtt összehoztunk egy úgymond szerzői színházat, összegyűjtöttünk bizonyos anyagokat, és ez az előadás arról szólt, hogy mit érzünk. De abban az időszakban, mikor vége az átkosnak, és ott vagyunk főiskolásként, de már az indexet, a tanulókönyvet, és leadtuk, mert ezt le kellett adni, tehát ez szörnyű élmény volt, hogy hirtelen. Oh! le kell adni, és, és most, 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 egy történelmi pillanatokat írunk át, írunk, tehát ezt, ezt, ezt éreztük ennek a mindenféle furcsaságát és feszültségét, és akkor mi elkezdtünk dolgozni. És abban a pillanatban, amikor megszületett ez a bizonyos előadás, senki a főiskolán nem dolgozott, nem volt előadásaik, nem volt senkinek fesztiválra való anyaga, nekünk ugyan volt és mi, nekünk megnyílt a világ, mert, mert, egyik fesztiválról a másikra hívtak. De nem értettem, most kicsit, hogy ez kérkedés nem fog hatni. Párizsban játszottunk többek közt, és nem értettem, hogy Párizsban őrült sikerünk van, de az az őrült siker az valami, az ami hihetetlen volt. Tehát most is még a hideg futkos a hátul, mert ez az, az, annyira erős, erős siker, az erős élmény volt. És nem értettük pontosan, hogy most mi annyira roható jók vagyunk, hogy most ezt tényleg mi ennyit tudunk, és ennyire lenyűgöztük a párizsiakat. Ez is, szóval nem tudom, milyen részben volt ez benne, de alapjában véve az izgalma, vagy az egész mássága a történetünknek az volt, hogy mi abból az átkos, a vaskapunk túli diákok voltunk, azok az úgymond forradalmárok, és ezt, ezt tisztelték meg ezzel a sikerrel a párizsiak, és tényleg szinte fizikailag is majd, hogy nem a, a karukon hordtak, vagy a vállukon cipeltek, mert mert, és akkor nem nagyon értettem. Most jól eltértem a témától, visszatérve mindig volt bennem egy vágy, hogy utazni, és megismerni másabb, másabb helyeket. Egyrészt mert a vasfüggőnek a nyomasztó blokkoló érzésen és hát 20 évesként, 21 néhány évesen vágytunk megismerni a másik világot, és ezáltal az előadás alatt, által sikerült tényleg körbejárnunk a félvilágot, tehát Ausztráliától kezdődően Máltán keresztül Németország Lengyelország, rengeteg helyen fesztiválokon megjelentünk, és ez, ez számomra egy nagyon nagy nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy szatiszfakció a az átkosnak a szatiszfakciója, hogy hirtelen megnyílt a világ, és mi ott, ott magunkat. Tehát ezért mondom azt, hogy utána kicsit eltértem a témától, hogy fiatalként, mint főiskolás, azt mondja, hogy főiskolás betegség, kicsit az, hogy, hogy ide nekem az oroszlánt, és hagy mutassam meg, adjatok teret, hogy mutassam, mutathassam meg, mit tudok. És ez bennem volt nagyon erősen, tehát a főiskola után is, hogy, hogy teret, 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 és volt egy ilyen belső tűz, ami hajtott, hogy, hogy, hogy minél több lehetőséget kapjon az ember, ahol megmutathassa önmagát. És annak a kornak, tehát ez egy olyan, mint szerintem, hogy összehasonlítom, egy normális emberi kor. Van egy tinédzser kor, aztán van egy fiatal kor, aztán jön a középkor, aztán jön a későbbi kor. Tehát kicsit ugye az időben utazunk, és akkor már az ember letisztul, leböl, kicsit bölcsebb lesz, kicsit óvatosabb lesz, kicsit átgondoltabb, nem annyira felületes, nem annyira impulzív. Minden kornak, tehát ebben a színészi pályán is most, ha levetítem, minden időszaknak volt valami varázsa. Ott az a forradalmi, fiatal, lendületű, hevületű, mikor azt hittük, hogy miénk a világ, és mi vagyunk a közepén, és aztán jött a középkor, a, a, ugye már időben előtt, egy 10-20 év múlva, hogy letisztul a dolog, és akkor rájön az ember, hogy Úristen, mennyi mindent nem tudok még, amit még kéne tudnom ahhoz, hogy hogy az önmagam elvárásalainak legalábbis valamilyen szinten megfeleljek, vagy, vagy, vagy irány, ami irányt ad. És aztán jön a későbbi korra, aminek a hajnalán vagyok talán most, mikor úgy már az ember azon gondolkodik, hogy hogy nem kell annyit dolgozni, vagy annyira sokat, de, de nem akarok egyetlen egy mondatot sem elengedni, minden mondat fontos, minden jelenlét, minden pillanat fontos. Tehát ö, a tétjét keresem a dolgoknak, és próbálom megfogalmazni azt, hogy ez engem miért érdekel egy-egy téma, egy-egy előadásban például. Tehát nem akarok magyarán, nem akarok úgy érzem, hogy, 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 hogy megy az idő idézőjelben, hogy megy az idő, hogy nincs időm arra már, hogy fölösleges dolgokat csináljak. Tehát koncentráltabb a, a, a gondolkodásmódom legalábbis a munka iránt is, a színház iránt is. És ez a színész életükben hogyan, hogyan mutatkozik meg? például például ami szerep kiválasztásánál. Nem, hát a, szerepet, a szerep, nem, nem, nem. Hát a a filmnél esetleg előfordulhat ilyen, hogy vagy, 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 vállalja az ember, vagy nem színháznál, azért nem így van. Tehát színháznál azért nem így van. De nekem is pörög az a fejem, hogy ez még jó lenne, azt még jó lenne. Lehet majd valamikor egyszer meg lehetne csinálni, hogy esetleg javasolni, de hát azért ennek ez nem biztos, hogy így. Szóval én nem ez a típus vagyok, hogy szerepekért kopogtattam volna. Nem, de, de annak a súlyát érzem, én értem a kérdést, és kicsit nehéz ezt kinyugni, hogy számomra, hogy, 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 egyre fontosabb minden szerep, és még fontosabb, mint annak idején volt. Mm. És magam is keresem a, a, a még, a, azokat a dolgokat, amit még el kellene mondani, és keresem azokat a, azokat a, azokat a tételeket, amivel úgy érzem, hogy még adós vagyok a pályámon. Hogyha ez mikor, hogyan fog megnyilvánulni? Ez majd időkérdésen. Az igaz, de ilyen krízis kerültél, tehát hogy volt... Ó, hogy... szinten, persze. Uh -huh. A napi, szint. hát napi mm -hmm. most ezt ózok, kicsit dramatizálom. De hát az ember önmagával gyakran összevesz, összevesz meg. De neki különben ez a pálya rettenetesen nehéz. Tehát olyan értelemben nehéz, hogy, hogy, visszapörgetem az éveket, hogy azért vannak ilyen hullámvölgyek, egyszer fönt, egyszer lent. És mm -hmm. a jót nagyon könnyen meg, úgy, úgy, úgy megszokja az ember, és elfogadja azt, amikor kevésbé megy úgy a szekér, akkor, akkor azt fel kell dolgozni. De nekem az a, én saját talán lehet, hogy szerencsém is, hogy mikor valamikor valami nem úgy működött körülöttem, vagy nem úgy találtak meg a szerepek mondjuk, akkor másik oldalon viszont kaptam. Tehát valahogy mindig egálba volt. Tehát nem volt sosem az az érzetem, hogy pillanatokra persze, vagy, vagy bizonyos időszakokra, de hosszú távon nem voltak mély repüléseim ilyen Kérdőjelek, hogy, hogy most ez jó hogy kell ezt csinálni tovább, vagy nem kell csinálni, és egyáltalán van értelme, vagy nincs értelme. Néha megfordul a fejemben az, hogy, hogy igen, ezzel az energiával mi mást még lehetne, mást is lehetne értelme, vagy értelmesebbet, tehát hatékonyabban valamit közölni. Vagy pedig, vagy pedig más, másként gondolkodni, de de nem hiszem, ez, ez egy vívódás, tehát ez a pálya eleve, és talán kicsit úgy az emberbe benne van ez a vívódás, állandó kérdések. És az a lényeg a dolognak, talán, hogy vissza még egy kicsit elkapom a szót, hogy, hogy igen, hogy, hogy, hogy talán úgy hogy az ember, ahogy érik, gondolom én színészként is, emberként főleg, tehát a, az ember az a lényeg, én számomra legalábbis az ember a lényeges, hogy, hogy jó kérdéseket tudjon föltenni. Tehát a kérdéseket, amiket meg kell válaszolni, az mondjuk színpadon keresztül. Tehát ez rengeteg kérdés, és ha megvannak a jó kérdések, akkor a válaszok azok előbb-utóbb úgy is úgy, 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 úgy a felszínre kerülnek. Tehát az úgy, úgy, úgy megvilág, megvillan, és megmutatja magát. Tehát azon igyekszem és azon gondolkodom a többet talán, mint mondjuk 20 évesen, vagy 30 évesen, hogy minél pontosabban tudjam föltenni azokat a kérdéseket, amiket nekem meg kell válaszolnom. Uh, ugye azt említetted, hogy 89-ben kezdted a főiskolát, de valójában 84-től vagy már uh, színész. Uh, én valahogy nem bírok eltekinteni attól, hogy ennek a, ennek a Jászai Maridinak van egyfajta ilyen megkoronázás, uh, egy pálya megkoronázásának a jellege. Uh, ha 84-et veszem, akkor te jövőre igazából egy nagy jubileum előtt állsz, azt már most. Tehát, hogy 40 éve. Uh, igen, hát ez, ez 40 év. Uh, itt a Komáromi Jukai Színházban pedig 93-mal szerződtem, akkor végeztem az egyetem, a főiskolán, akkor még főiskola volt, tehát az meg 30. De hát tárjában voltam segédszínészként, de színészként effektíve, de aztán főiskolás is voltam, négy évet meg, meg kötelező két éves katonai szolgálat, <laughs> tehát minden benne volt, ami lehetett. Tehát így, így jön ki ez a 40 év, de hát effektíve a színpadon körbe, 35 évet vagyok szerepálmaid, azok... Uh... Nem igazán voltak, nem. és nem is igazán neveztem meg őket. Egy-kettő volt, ami, amit úgy, úgy, ami meg is adatott, az, az pont a, a harmadik Richard volt. Ez nekem, az nekem valahogy egy ilyen... De nem volt ez olyan jellegű szerepálma, hogy nekem ezt el kell játszom, oh. mert belehalok, és itt hagyom az egészet. Hanem úgy, úgy véletlenül jött, és megtalálta a szerepet, persze ilyen jó, jó mondat megtalált. Hát végül is megkaptam ezt a szerepet, és, és az, aznak nagyon örültem, mert mert mindig is izgatott az a, nem hiszek abban, hogy valami fekete is feljön. Tehát mindig is egyre jobban izgat az, hogy, 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 mindig van egy másik oldal, és főleg egy ilyen összetett figurára, amit harmadik Richard, ami, ami mindennek nevezhető, csak szimpatikusnak, nem? <laughs> és kicsit néha véres is, de emögött mi van, hol a sérülése, ez, ezek a kérdések, ezek a jó kérdések, ha jól vannak föltéve, ezek, ezek nagyon izgalmasak tudnak lenni, és az, az útkeresés, még megtalálja a helyes választ, az egy nagy kihívás. A... Ugye a hamlet, hamlet, szerepével kapcsolatban szokták azt mondani, hogy ez a színészeknek egyfajta szerepálma, vagy egy, egy igazán nagy kihívás. És ő te egyszer meg voltál kínálva ilyen szereppel, csak akkor épp színház igazgató. Ként volt. Megbízott színház igazgató. Így král. van, így van. Ez egy olyan időszakban volt, hogy a Holocsi Pista nyugodjon békében, ő volt a színház igazgatója évvégén, ö, tragikusan meghalt, és szeptemberben a Hamlettel kellett volna kezdenünk, amit nekem kellett volna játszom a Hamlet szerepét. És, és én egy ilyen kényszer helyzetben voltam, hogy mivel művészeti vezetője voltam akkor a színháznak, és a legtöbb információm nálam volt, én tudtam legtöbbet a színház játéktervéről, stb. Leginkább én láttam bele, legközebb voltam a Pistához ilyen értelemben. Megkért a színház vezetése, illetve színház akkori uh, prominens személyei, színházi tagok, akik, hogy vállalja mellett lesz az ideiglenes uh, igazgatást. És akkor azt mondtam, hogy jó, de akkor egy feltétele van a dolognak, hogy nekem erről le kell mondanom, erről a szerepről, mert szeptemberben azt sem tudtam, hogy hogy, 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 hogy szeptemberre mivel kezdünk, hogyan kezdünk. Szóval egy olyan áldatlan helyzet volt, és ráadásul akkor jött a meccs elfére átrendezése a színháznak, rögtön elvették a színháznak a jogalanyiságát, tehát ez a intentatúra rendszer akkor indult el szeptemberben, tehát egy olyan káosz volt, amivel én tudtam, hogy ezt ez, két széke nem tudok egyszerre ülni, ez lehetetlenség. Na most, ha már megkérdezted, sajnos akkor lehet, hogy gyáva voltam, mert úgy éreztem, hogy én összeroppanok a kettő, kettő súly alatt. Viszont a másik oldalon pedig rettenesen dühös vagyok a mai napig magamra, mert azt mondják a nagyokosok és a színházi esztéták és színháztudók, hogy Hamletet csak akkor szabad játszani, mikor van értelme föltenni a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni. És mikor, ha akkor épp nem. Tehát olyan történelmi pillanatban volt ez a Hamlet műsorra tűzve, hogy akkor egyszerűen el kellett volna játszani. Lehet, hogy más szereposztás kellett volna gyorsan találni. Nem tudom, de az ott, az ott nagyon szétsúszott. Valami miatt elment, de ez ilyen mai napig egy ilyen kis traumám, be, nem traumám, hanem egy ilyen. Én haragszom, e, önmagam. haragszom önmagamra, és haragszok arra, hogy nem voltam következés, nem megijedtem egyfajta tehertől, ettől a színház igazgatástól, meg mindentől, és, és, és ennek a súlyától, a hamletnek a súlyától, et, és nem tudtam a kettőt elképzelni, hogy együtt ezzel két dologgal megbírtam volna. Akár színészként, akár. De most így utólag, ahogy hangosan beszélek és gondolkodom ezen, akkor talán azt kellett volna, hogy valaki másnak del de volna játszani. Tehát volt egy történelmi pillanat a színház életének, életében. Szíjánz életében volt egy történelmi pillanat, mikor fel lehetett volna tenni ezt a kérdést, ami meggyőződésem, hogy nagyon ütött volna is nagyon meg tudott volna szólalni. Ezt nagyon sajnálom, ez az én bűnöm. De hasonló gondolkodásmódban viszonyulsz minden szerepethez? Tehát, hogy keresed a saját életedben a párhuzamokat, a kapcsolódási pontokat, és azt próbálod belevinni a Igen, valójában igen. És ahogy egyre, hogy múlnak az évek, egyre inkább próbálom kötni valamihez, próbálom, próbálom megnevezni ezeket a dolgokat, hogy mik az, amik fontosak, amiről legelején is beszéltem. Tehát igyekszem, igyekszem megnevezni a, az összes frusztráltságot, akár a társadalom, akár egyénileg, akár a színház útkeresései. Tehát megpróbálom, megpróbálom megnevezni, mert szerintem akkor autentikus valójában a, a, a műfaj, a színház műfaja, és akkor tud igazándiból kicsengeni, ez meggyőződésem. De ez egy hosszú út, meg amikor sikerül, amikor nem, de ez számomra ez a legizgalmasabb. Ugye a, a Jászai Mari díjhoz esetleg még annyit a lehetne mondani, hogy a, hogy a Jászai Maria 19. században ö, ö, élt, játszott a drámai színjátszás nagyművésze. A, neked a legutóbbi ö, drámai szereped, ez pont ebben a még egyébként repertoárban lévő Vojcek, a Vojcek ö, című darabban a kapitány. kapitánynak a szerepe, a, itt milyen kapcsolódást láttál, találtál meg? Jó, a konkrétan? Hát próbáltam megtalálni azt annak az embernek az igazságát, annak a belső igazságát, hogy konkrétan ennek a figurának, aki egy állat, idézőjelve, tehát egy, egy terrorista és terror. Tehát megtalálni azt, azt a pontot, hogy hogy tudod manipulálni valakit, hogy lehet manipulálni. És ezen a, ezen a szó, hogy manipuláció és. Erőfitoktatás, fölény, ezek a szavak, ezek számomra nagyon fontosak. Tehát én is találkoztam fölényes ember, én is megértem már egyféle manipulációt, és a közös, közös pont talán itt van, és ezt ő mind a mellett még rendkívül élvezi. Tehát ennek az igazságát megtalálni, számomra ez volt a legnagyobb kihívás, hogy ebben úgy megfürdik ő, <laughs> ez a szemét kis kapitány. A mi jön ezután? Jászai Maridi, 60 éves lesz a jövőre. A... Milyen terveid vannak, vannak? Hát, hogy legyek 70 éves is. Majd. Meddig fogsz játszani? Aztán tudom, nem tudom. Ameddig, ameddig, fontosnak tartom. Amíg van mondani való. Tehát ez egy olyan kicsit olyan, milyen van mondani való. Amíg úgy érzem, hogy megszólít egy, -egy téma. Amíg úgy érzem, hogy, hogy van súlya annak, és úgy érzem, hogy hogy, 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 ezzel még adós vagyok, és ezt még el akarom mondani. Tehát meg amíg hívnak, tehát ez egyértelmű. De mindenképp gondolkodni fogok más dolgot, tehát nem a színházban, akkor más formációt talál az ember. Tehát, hogyha valamit akar, akkor úgyis megtalálja az utat, vagy megtalálja azt a pontot, ahol ahol meg tudja mutatni önmagát is, és el tudja mondani a mondókáját. Tehát uh, én nem ki kimondottan a színházhoz, de a jelenlét az fontos. Tehát épp úgy, mint a színpadon, úgy az életben és hogy azért nem menjen csak úgy el az élet, hogy csak ugye semmibe a lecsóba is. Nem csináltunk semmit, csak aludtunk egy jót. És nem, nem. Nem volt olyan, hogy így érezted? Azt szokták kérdezni az idősebb, idősebb színészek, azt szokták mondani, hogy a 50-es, 60-as éveikben egyszer csak elkapja őket egy olyan érzés, hogy ennyi lenne az egész, hogy reggel föl kell, elmegyek egy próbára, aztán jön a premier. Játszók, és minden este fölmegy a függőny, megpróbálok odatenni magunkat, és lemegy a függőny. Igen, igen, ezt értem, ez egyfajta monotonitás. Ezt néha én is érzem, hogy kicsit bedarál ez a rendszer, és ö, magyarán lehet, hogy picit kihűl az ember időnként. Nem is volt már egy ilyen időszak, amikor olyan szinte csak daráltuk ezt idézőben, ez milliméterekről beszélünk. De, de alapjában véve a rendszer úgy elkezdi fölemészteni az embert, és elveszíti a kreativitását, elveszíti azt, elveszíti azt a fajta érzékenységét, ami kell a színpadhoz, és kell a színházhoz. Amikor ilyen helyzetekben kerültek, vagy voltak olyan időszakok, mikor nem annyit próbáltam, nem annyit játszottam, olyan időszak is volt, akkor kicsit én hálás vagyok a, a sorsnak, ha lehet ilyet mondani, vagy lehet, hogy nem annyira uh, uh, hat uh, ilyen nagyképűen, de az, hogy, hogy, hogy uh, filmeztem, és ez a, ez a filmezéssel együtt a, a, színház nekem ilyen kerek egész lett. És ezért volt jó, és nagyon, nagyon hálás vagyok a sorsnak azért, vagy a lehetőségeknek, amiket kaptam, hogy ki tudtam szökkenni ebből a bontonitásból, és át tudtam menni forgatni. És ott a teljesen új helyzet, ott megint csak nulláról kezdett, megint csak teljesen új emberekkel, és, és rengeteg impulzus, ami, ami föltölt, ami, ami fölpörgeti az ember belsőjét és a lelkét, és annál megedzettebben is jó kedvűen jött vissza, megint a kvázi adarálóba idézőjelben mondva adarálót. Tehát megint a, beálltam a rendszerbe. De nekem ez a kettő ez így, így, így összeért és egymást kiegészítette kölcsönösen. Tehát ezért úgy kicsit olyan hálás vagyok enne, ezeknek a lehetőségeknek, mert ez, ez, ez talán, talán, ha mondhatok egyet, és nem hat nagy képűen, ez talán úgy megtanított arra, vagy, vagy lehetőséget arra, hogy kicsit adott arra, hogy kicsit fölülnézetből tudom nézni a magát, a színészi pályámat. 2012-ben készítettem veled egy telefonos interjút, és akkor a, a, azt mond, ez az interjú már nem érhető el egyébként, ez egy a, a, nyomtatott formában jelent meg, és az intenz nem került fel. Azóta az megszűnt ez a médium, hogy a, ha még egyszer kezdhetném, nem lennék színész. É, igen, ez egy nagy kérdés. De, bocsánat, de hogyan, működik az, hogy uh, valaki ennyire uh, szélsőségek között uh, hát vió, igen, igen. ezt meg. Igen, igen mert hát, hogy egy el... részből nem is, én ezt még egyszer nem kezdeném el, másrész, bő, másrészt, részt pedig éppenséggel a csillagokban jár, mert, igen. mert olyan uh, elismerést kap, olyan tapsvihart kap. Igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, mert vannak nyilván olyan helyzetek, mert lelki állapotok, mikor ugye, az ember ugye belekes, a bonyolik, belekeseredik a helyzetekbe, de minden esetre én gondolom, hogy miért mondtam ezt, hát, mert én mondtam, hát nyilván, hogy rettenetesen, tehát olyan értelemben, hogy rettenetesen nehéz és kiszámíthatatlan. Nincs megírva senkinek az, hogy most milyen pályát fut be. Nincs megírva az, hogy. Tehát ez olyan, mint a fociban, mert ugye példát mondtam a focit, hogy most valakinek elé leteszik a labdát, a 11-es pontra is gólt lő, és ő a gól király, vagy nem tudom micsoda. És, de hát nem mindenki elé teszik le azt a labdát, és nem mindenki tud belerúgni, ha még el is találja kapot, és nem biztos, hogy gólt rúg. Tehát ez ilyen annyira kiszámíthatatlan, annyira sokszor a szerencsén is múlik, persze elsősorban valamiféle adottságon múlik, ez egyértelmű, de azon túl még sok mindenről, ami nagyon, ami nagyon sok. Nos, én ezt erre, erre utalok, hogy, 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 ez a, a, többi, ami talán az emberen vagy a színészen kívül áll, tehát nem rajta múlik, tehát külső helyzet diktálja és formája, vagy tolja, vagy taszítja, vagy emeli. Ezek, ezek, ez, ezért nagyon kegyetlen, és ez, ezért azt mondom, hogy sok ember, sok viszonylag néhány fiatal próbáltam fölkészíteni egyetemi tanulmányaira, fölvételire, és az első kérdésem, első mondatom mindig az volt, hogy válaszolj más pályát, sokkal egyszerűbbet. Nyilván minden pályának megvannak a nehézségei és megvannak a maga buktatói és és úgy hasonló, mint ez a pálya, de ez annyira szélsőséges, hogy ezért, hogy néha az ember hogy belegondol, hogy ennek van értelme egyáltalán, vagy nincs. Néha, hogy belefárad az ember, akkor fölteszi a kérdés, hogy talán nem kezdeném újra. De tudnál végezni egyébként egy teljesen Ez uh, Ezt én a nagyképűen azt mondom, hogy igen, tudnék valami más csinálni. De maga a monotonitását. De, na de a kérdés az, hogy meg hogy két, három, egy hétig bírnám, aztán megszöknék. <laughs> mint annak idején a technikai főskoláról is megszoktam, mert hát előtte, még mielőtt színészettem volna, technikai főiskolára jártam Zsolnára. Ajánlani ezt a, fiatalabb színészeknek? Én azt vallom, hogy nem ajánlom nekik, és azt vallom, hogy aki színész akar lenni valahol, még plusz hátul, és olyan elhatározás, elvakultan, és, és gazember mód színész akar lenni, jó értelemben az a gazember szót, az úgyis az lesz. Aztán vessen magára, vagy pedig örüljön neki. Tehát ez két vagy közte fog lavírozni mindig. Tehát én azt tudom mondani, hogy én elvégben lebeszélnék mindenkit, de aki elvetemülten színész akar lenni, az úgy is az lesz. Azt hiszem, hogy ez a legzseniálisabb végszó, végszó volt. Mókos Attila, Jászai Maridia színésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Jókai Podcastban, és hogy hát hogy én lettem az első, aki, aki meginterjú volt, a így már díjazottként, és hát akkor gratulálunk. Ezzel. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.